tudóképpen én vigasztalást nézek. Cselekedek ügyre, hogyha tekintek, kezd megint meg munkájában bőrendek. Teremtőnek megvált gondok éneklek. A mi segedelmünk és Isten tiszteletünk megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Drága Urunk, a te kezedben vannak az idők és az alkalmak, és köszönjük, hogy erre a mai napra úgy ébredhettünk föl, hogy a számunkra való ünnepen, a föltámadásnak, az Úrnak a napján megállhatunk néhány percre te előtted, elcsöndesedhetünk, imádkozhatunk és énekelhetünk, és ami talán a legfontosabb, hallhatjuk a te beszédedet, ami a mi számunkra lelki táplálék. És erre nekünk szükségünk van, és köszönjük, Urunk, hogy nem úgy van, hogy nekünk kell táplálnunk a mi Istenünket, hanem megfordítva igaz, ő az, aki önmagát kijelenti, megmutatja, akkor, amikor adja az ő beszédét. Azt kérjük, Urunk, hogy Jézus szava és az ő mondani valójának az üzenete a Szentlélek ereje nyomán ezen a reggelen megtaláljon bennünket. Köszönjük, hogy fölébredtünk, köszönjük ezt a napot, benne az élet ünnepét és az élet fejedelmének, Jézusnak a szavát, tedd, Urunk, a szívünkben, a lelkünkben élővé és hatóvá. Amen. Kedves televízió nézők, olvasom Istennek igéjét a Máté írása szerinti Szent Evangélium 13. fejezetéből, a 24. verstől a 30. vers végéig terjedő ige szakaszban, ahol is így szól hozzánk Isten igéje. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántó földjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés szárba szökkent és kezdett kalászt hozni, látható lett a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és ezt mondták neki: Uram, te jó magot vetettél a földedbe, honnan került hát bele a konkoly? Ő pedig így felelt: valamelyik ellenségem tette ezt. A szolgák erre megkérdezték: akarod-e, hogy elmenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt: nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak: szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek be csűrömbe. Kedves televízió nézők, ige hallgatók, a felolvasott ige szakasznak, Jézus egyik példázatának a végén háromszor is elhangzik ez az idői meghatározás az aratás idején. A nyár derekán járunk, az aratás idején, amikor is megkezdődik, és ez folyamatában tart majd egészen őszig, az úgynevezett betakarítás. Ami Urunk Jézus Krisztus igen nagy előszeretettel vett illusztrációképpen elő példázatokat, amelynek a hátterét, nagyon sokszor a képi anyagát, a természet és a természetből fakadó emberi munkafolyamatok adták meg. Ez a példázat is ebbe a sorba illeszkedik. A példázatot így nevezzük, hogy a búza és a konkolyról szóló példázat,
De ha figyelmesen tetszettek hallani Jézus történetét, akkor valójában egy folyamatot mond el a mi Urunk. Hasonló a mennyek országa ahhoz, hogy egy gazda ember jó magot vetett a földjébe, és aztán történnek dolgok, és ez a folyamat tart egészen a kiteljesedésig, nevezetesen az aratásig. Jézus ezt a képi anyagot szeretné felhasználni, akkor, amikor üzenetet kíván adni az ő követőinek. Mielőtt erre az üzenetre rátérnék, azonban egy picit maradjunk meg konkrétan magánál, a szövegszerű példázatnál. Addig az rendben van, ezt mi is ismerjük, hogy valamikor az ősszel elvetésre kerül a következő évnek a gabonája. Akár az árpa, akár pedig a búza, a példázat is így indul. Jézus hangsúlyozza, hogy a gazda jó magot vetett a földbe. Akkor, amikor megtörtént a már kihajtott gabonának a szárba szökkenése, akkor azonban nyilvánvalóvá lett, hogy a gabona között ott növekedett a konkoly is. A konkoly a mi vidékünkön ismeretlen gyomnövény, de a Földközi-tenger medencéjében, így Izraelben is őshonos. Ami érdekessé teszi a búza és a konkoly egymás mellé állítását, hogy a magyarázók azt mondják, hogy ez a két növény nagyon sokáig, a növekedés egy bizonyos fázisáig nem különböztethető meg egymástól. Csak akkor, amikor mind a kettő kilöki a termését, a búza a kalászt, a konkoly pedig a maga termését. Az egyik az életet munkája. Ha mi magyarok másról nem is tudunk, de ezt gyakran hangsúlyozzuk, hogy a gabona és az új kenyér az valójában az életnek a szimbóluma. Ezzel szemben a konkoly nem csak hogy gyom, de mérgező, abszurd helyzetben egészen halálosan mérgező gyomnövény. Érdekes és elgondolkodtató, hogy amikor megmutatja a gyümölcsét, amikor megmutatja az igazi arcát, akkor válik el a jó a rossztól, az igaz a hamistól, az élet a haláltól és annak útjától. Ebben a stádiumban a szolgák, amikor érzékelik, hogy mi történik a gabonatáblában, mint egy önmaguk igazolásaképpen oda mennek a gazdához és fölteszik a kérdést. Ugye jó magot vetettél a földedbe, honnan kerül akkor bele a konkoly? A gazda válasza tömör és nagyon kifejező. Valamelyik ellenségem tette ezt. Úgy van régen is, mikor Jézus mondja a példázatot, meg talán napjainkban is, hogy akkor, amikor az emberek alszanak, amikor az emberek pihennek, amikor sötétség van, akkor az éj leple alatt megjelenik az ellenség, és a maga munkáját, ezt persze idézőjelbe teszem, rontó szándékát elvégzi. A szolgák lendülete tovább tart, és a maguk buzgóságát fejezik ki, amikor a következő kérdésben azt firtatják, hogy elmenjünk-e, és kiszaggassuk a búza közül a konkolyt. A kérdés logikusnak tűnik. Meg kell tisztítani a nemes vetést, a tiszta magot, az igazi növényt, az életet szolgáló búzát a gyomtól és a méreg anyagtól. A gazda válasza bizonyos szempontból meglepő, de egyben elgondolkodtató. Lehűti a kedélyeket, és lecsendesíti a buzgolkodókat, akik szeretnének tiszta vizet önteni a pohárba.
És azt mondja, hogy legyetek türelemmel. Várjátok meg az aratást. És akkor majd megtörténik a szétválasztás. Amikor levágjátok a teljes gabonatáblát, akkor megtörténik a külön választás. Előbb a konkolyt fogjátok összeszedni, és elégetitek. Aztán kévékbe rakjátok a búzát, majd megtörténik a cséplés, és a csűrömbe, a magtáromba kerül az életet adó gabona. Eddig szól Jézus példázata, és amire az elején utaltam, a számunkra izgalmas és érdekes kérdés, hogy a mi Urunk mit szeretne e példázattal, ezzel a képi anyaggal nekünk elmondani, a szívünkre helyezni. Az én megértésemben az első hangsúly az ott van, hogy ebben a világban, a legkülönfélébb közösségekben is, legyen az egy társadalom, legyen az egy munkahelyi közösség, hova tovább, legyen egy család, vagy ami számunkra talán legalább annyira fontos, legyen az egy gyülekezet, együtt van jelen a jó és a rossz. De hogyha az ember az Isten igéjének a tükrében saját magát látja, akkor a saját életével kapcsolatban is ezt a valóságot láthatja meg. Az életemnek nem csak egy jobbik, de egy rosszabbik árnyékos oldala is van. A következő hangsúly, ami a példázatból következik, hogy az emberi benső késztetésekből szeretnénk a dolgokat elrendezni, tisztába tenni. Miképpen a szolgák a konkolyt szeretnék kigyomlálni, adott esetben mi is úgy gondoljuk, hogy minél hamarabb tisztába kell tenni a dolgokat. Elrendezni, a jót a rossztól elválasztani, az igazat a hamistól, rendet tenni, kimondani, ha kell, akkor ítéletet tartani a rossz fölött. Egyfajta türelmetlenség, egyfajta buzgóság, lázas aktivitás az, ami olykor hatalmába kerít bennünket? Bizonyosan. A példázatnak az egyik legfontosabb hangsúlya, amit a gazda a szolgáknak, ami Urunk Istenünk nekünk mond. Kimondatlanul is, hogy tudnilik legyetek türelemmel. És bár olykor lehet, hogy nehéz, hogy együtt van jelen a jó és a rossz, az igaz és a hamis, mégis legyetek türelemmel, és várjatok. Addig, amíg el nem jön az aratás. Addig, amíg meg nem állunk az Isten ítélő széke előtt. És legyetek nyugodtak, mert ha nem itt és most ebben a földi valóságban, de egyszer az Úristen színe előtt mindenféleképpen megtörténik a szétválasztás. Amikor is mindenki a helyére kerül, és a dolgok valóban letisztulnak. A példázat üzenete, ami több soron visszacseng a Szentírásból, hogy idők és alkalmak, és dolgoknak végső elrendezése, ami hitünk szerint az Úristen kezében van. És lehet, hogy mi esetenként úgy gondoljuk, hogy nem árt besegíteni neki, és mi szeretnénk rendezni dolgokat, adott esetben kimondani ítéletet, hát leginkább nem magunk, de mások fölött, az Isten azt mondja, hogy legyetek veszteg. Mindennek rendelt ideje van a nap alatt, mondja az Ószövetség egyik bölcs tanítója. És ez a rendelt idő, ez az alkalom, ez az Istentől jön. Mi a dolgunk? Mi a megbízatásunk? Hát egyrészt
Elfogadni azt, hogyha az Isten türelmes irántam, és az én életemben is szeretné, hogy a dolgok tisztuljanak, hogy a hamisságaim letisztuljanak, hogy az életem szentebb és neki tetszőbb legyen, ha ő türelmes felém, akkor én is igyekezzem ezt gyakorolni a környezetem iránt. És akkor a buzgóságomat és az aktivitásomat legfeljebb önmagam felé fordítsam, ne másokkal szemben. És hagyjuk meg azt, amit egy más helyütt a Szentírás így fogalmaz, enyém a bosszúállás, én majd megfizetek, ezt mondja az Úr. Kétségtelen tény, és nem szeretném elhallgatni, hogy fontos hangsúly az, hogy az ítéletet egyikünk sem kerülheti meg. Ahogy Pál apostol fogalmazza nékünk, mindnyájunknak meg kell jelenni az Isten színe előtt, mégpedig ítéletre. Egy valamit tehetünk, imádkozni és kérni, hogy az Isten legyen kegyelmes hozzánk, az ő fiában bocsássa meg a mi hitünket, és az életünket úgy nemesítse és tisztítsa, hogy ott a végső ítéletkor a Krisztusban való hit által ne az elvettetést, hanem az életet nyerjük. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, hálás a szívünk akkor, amikor a Te szavad és a Te igéd elér és megtalál bennünket. Valójában emberi eszközökön, munkatársakon keresztül, írott bibliai szövegen keresztül, de a csoda az a lélek erejéből, amikor az Isten beszéde életté válik bennem. És megértem és átélem azt, hogy rólam van szó, engem keres, engem szeretne alakítani és formálni. És velem szeretne megértetni dolgokat. És legyen dicsőség neked, Urunk, hogy miközben az életben nem egyszer tapasztaljuk meg, hogy egymást nehezen tudjuk meggyőzni, de hitáltal megtörténhet a csoda, hogy hagyjuk magunkat, hogy Te győzzél meg bennünket. Hogy a Te kijelentésed nyomán jussunk jobb belátásra, és fogadjunk el dolgokat, és engedjünk a Te akaratodnak és a Te szándékodnak. Urunk, add, hogy az ön igazságainkból kilépve halljuk, befogadjuk a Te igazságodat, amely az élet. Áld meg az életünket, kérünk, maradj velünk, a Te fiadért, az Úr Jézusért, aki minket így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket, gondolatunkat a Krisztus Jézus által. Amen. Megállj!
Megválasz mi nekünk, hallgass meg, Isten, velünk.